A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 2024 legyen a tánc éve, ezt nem csak én mondom, hanem ezt vendégem tette közzé ezt a felhívást, aki nem más, mint Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Én is téged és a kedves nézőket. No, hát egy csoda év elé nézünk, mert ha megnézzük a kínálatot, akkor egy egészen különleges lesz ez az esztendő is, a Kortárs Táncszínház éve, ezt így kimondhatjuk, és már meghirdettétek 2024-es balettbérletet, ami nagyon-nagyon fontos. Mielőtt azonban erről beszélnénk, azért nagyon-nagyon fontos, hogy a bemutatókra készülve nyilván meghirdettetek szintén, és ezt hadd mondjam, hogy férfi és női táncosok jelentkezését várjátok, és ahogy a megfogalmazásban szerepel, akik kiemelkedő klasszikus balett, valamint kortárs tánctechnikai képzettséggel, tovább a karizmatikus előadói képességgel rendelkeznek. Igen, ez minden évben esedékes, hiszen maga a műfaj olyan, hogy gyors emésztésű, tehát nagyon rövid a táncos pálya és a táncos élet, nagyon intenzív, ennek megfelelően, és ugye a fluktuáció az minden társulatra így ránk is jellemző. Ennek több oka van, hiszen a táncművész a rövid pályája során szereti magát több helyen, több társulatnál, több stílusba kipróbálni. Úgyhogy mi minden évben meghirdetjük hasonszörű társulatokhoz képest a próbatáncot. Nagyon sokan jelentkeztek, az idén több mint 700-an, abból 34-35-öt válogattunk ki, de még mindig van sérülés okán, betegség okán szabadult fel státusz, tehát ott még be kell töltenünk a státuszokat, de nagyon sok gyakornokunk is van, tehát 7 vagy 8 gyakornokkal dolgozunk, ez ilyen év még nem volt, hogy ennyi gyakornok szeretne velünk dolgozni, az is próbatánc útján kerül kiválasztásra, hiszen a társulat színvonala technikailag és tánctechnikailag és művészileg nagyon magas, és magasak az elvárások. Úgyhogy ennek megfelelően nem túl könnyű olyan táncos találni, aki karakterébe is, tánctudásába, stílusérzékébe befér úgymond a társulathoz. Ez mindig egy izgalmas időszak, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon erős társulat van jelenleg is a Székesfehérvári Balettszínházban. És ez nyilván megerősítést jelent, hogy a próbaidőszakban ilyen sokan jelentkeznek, mert az no, viszont megerősítést jelent az is, hogy ez immáron ugye a 6. esztendőt kezditek, és hát otthonra talált a Kortárs Táncszínház itt Székesfehérváron, és egyre inkább mondhatjuk. És ez jelzi egyébként egyrészt a nézettség, másrészt pedig az, hogy olyan darabok kerülnek színre, ami azt hiszem, hogy táncszínház történelmi darabok. Tehát ez megtörtént szépen, már eddig nagyon is. Nagyon szépen mondtad. Bízunk benne, hogy történelmet tudunk írni, hiszen már bocsánat, hogy itt ezt átveszem a szót, mert nagyon fontos húrt pendítettél meg, a történelem írást. Én azt gondolom azzal, hogy 6 évvel ezelőtt, és ezt nem elég hangsúlyozni, úgy döntött Székesfehérvár városvezetése élén dr. Cserpalkovics András polgármester úrral és az ő kiváló csapatával, hogy megalapít egy új kulturális intézményt, ami nem szokás ma, nem Magyarországon, a világban sem, legfőképpen nem balettszínházat. Ez régebben sokkal fontosabb volt a társadalmakban, hogy legyenek ilyen kulturális intézmények. Úgy látszik, hogy Fehérvár ebben is élen jár. Tehát ez egy történelmi cselekedet volt. És igyekszünk ennek méltóan olyan produkciókat, évről évre olyan produkciókat színpadra állítani, ami eljut a közönség szívéhez, és ebbe a csodálatos világba, a táncszínház világába minél többeket vonz be. Vágjunk bele az idei bérletbe, a kínálat Pinocchio, kövek, fantomfájdalom és egy ünnepi balett a diótörő. Nem is tudlak követni most itt gyorsan, mert hogy igen, a kövekkel kell, hogy kezdjük, mert igen. Láttuk.
olyan méltósága volt, hogy azt hiszem, hogy aki megtekinthette a Vörösmarty Színházban október 23-ához kapcsolódóan, hiszen ne feledjük, ez egy bizonyos értelemben megadta azt a mélységet, amit táncban egyáltalán hozzá lehet adni az 1956-os forradalom és szabadsághoz ügyéhez. Tehát ez fantasztikus előadás, remek koreográfia természetesen, és maga a történet is megerősítést jelentett mindnyájunk számára. Most viszont, tehát ezt láthatjuk jó néhányszor. Ezt fogjuk játszani, tehát a Kövek című darabunkat, amit eredendően mi ugye a holokauszt 80. évfordulónak alkalmából készítettünk, gyalázatos eseményre emlékezve költői módon, a legősibb nyelven, kommunikációs formán, a táncon keresztül. Ez egy egyórás produkció, és ennek a budapesti bemutatója majd november 5-én lesz a Művészetek Palotájában, és utána szeretnénk ezt mi repertoáron tartani, illetve terve van véve, hogy több hazai nagy városba elvigyük ezt a produkciót és utaztassuk. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, és hogy nem csak Magyarországon, hanem bárhol máshogy megismerjék. Ugyanez vonatkozik a fantomfájdalomra, ezt már láttuk. És ez úgy van rendjén, ahogy van, mondom ezt köznapi nyelven természetesen, de azt hiszem ebben megvannak azok a mélységek és magasságok, amelyeket egy kortárs táncszínházi mű megkövetel. Igen, ez nagyon megtetszett a cseh partnereinknek, ugye én nagyon régi szoros kapcsolatot ápolok a cseh és a szlovák táncművészeti élettel, több évtizedes kapcsolatról beszélünk, és onnan nézve még figyelik az én munkásságomat, és hogy mi születik Székesfehérváron, és ők választottak, hogy mit vigyünk. És ők választották a fantomfájdalmat, úgyhogy nagy öröm számunkra. Ez egy nagyon izgalmas, cselekményes balett. Ugye ez a Trianon emlékezetéhez készült, egy táncszínházi dráma, nagyon sok fordulattal, fantasztikus zenei világgal, Kocsák Tibor, akinek nem az első balettzenéje ez, és Elsimon László, aki a librettót írta, tehát ez egy nagyon erős mű, ezt választották csehek, úgyhogy megyünk vele Prágába szeptember 22-én a Vinogradi Színházba. Ez egy hatalmas színház, egy csodálatos színház, és bízunk benne, hogy telt ház előtt fogjuk tudni játszani ezt a darabot. Pinocchio. Ugye a Nemzeti Táncszínházban is bemutatásra került, tehát és korán sem véletlen, hiszen ez elvileg egy mese, de viszont meg kell mondjam, sokkal több annál, és ez egyrészt köszönhető természetesen a koreográfusnak, a táncosoknak, de azért ebben bőven benne van Szirtes Edina, Mókus barátnőnk is. Hát hogyne, hát ugye a zene és a tánc az kézben jár, és nagyon fontos volt a zeneszerző kiválasztása, és nem véletlenül esett Mókusra, azaz Szirtes Edinára a választás. Nagyon dinamikus, nagyon friss zenei világa van, ami a népzenéből táplálkozik, de kortárs kosztümbe jár ez a népzene, illetve hallható. Szóval nagyon szeretem Mókusnak a munkásságát, és ugye el kell mondani azt, hogy a koreográfus az nem más, mint Krisztina Porres Mormeneo, aki egyébként a társulat szólista és balettmester, és mérő. Nagyon egyszerű a magyarázat, mert az első komoly lenyomata a koreográfus showkéz működésének. Ugye azzal a céllal jött létre a koreográfus showkéz, ahogy az együttes táncművészeinek, akik egyébként hívást és késztetést éreznek arra, hogy koreográfiai alkotásokat hozzanak részt, lehetőséget biztosítson, és ezt, ha nem is minden évben, de igyekszünk minél többször megrendezni, már két alkalommal nagyon nagy sikeren megrendeztük, 10-15 perces etüdöket hoznak létre a fiatal koreográfus jelöltek, és az volt az én ígéretem, hogy, és ez nagyon fontos, hogy legyen ugye koreográfus utánpótlásunk, hogy bentről is, házon belülről, hogy akik a legígéretesebb munkát hozzák létre, azok rendre egy-egy alkalommal, tehát egy alkalommal biztos lehetőséget kapnak arra, hogy a társulat számára egy koreográfiát készítsenek, nagyobb lélegzetet. Na most Krisztinára két okból esett a választás. Az egyik, és a legfontosabb, hogy talán ő volt az egyik legígéretesebb alkotó. Volt mellette más is, de ő volt talán az egyik legerőteljesebb.
Tehát ő mindenképpen kapott volna lehetőséget, és volt még olyan egy vagy kettő talán, akik már táncművész, akik már nincsenek a társulatnál, tehát ugye a policy az az, hogy akik a tánc, tehát a balettszínháznak a tagjai, ők kapják ezt a lehetőséget, maradt a Krisztina, plusz még tehetséges is, úgyhogy ő kapta ezt a lehetőséget, hogy és ami még nagyon fontos, hogy a Krisztina nagyon érti a gyermeki lélekvilágát, tehát a gyermeki lelkeknek a világát, hiszen foglalkozik gyerekekkel, oktatóként, igen, pedagógusként, egész pici gyerekekkel. És az fontos, hogy egy ilyen táncszínházi mű, nem csak meg tudja szólítani őket, hanem a felnőtteket is megszólítsa, mert hogy ez így a kettő összetartozik mindenképpen. Én adtam egy jó tanácsot, ha egyáltalán lehet tanácsot adni egy fiatal alkotónak, mert hát ez az ő dolga és az ő ügye, az ő művészete, hogy nyilván ismervén a gyermek léleknek a világát, azt használja, ezt a képességét, de úgy készítsen a gyerekeknek balettet, vagy kortárs táncot, mintha felnőtteknek készíteni. Igen. És szoktam volt mondani, hogy felnőtteknek is úgy kell készíteni balettet, mintha gyerekeknek készíteni. Igen, ez rendkívüli felelősség, azért valljuk meg. Igen, de ezt nem szabad érezni. Tehát egy alkotónak onnantól kezdve, mint ahogy egy orvos, amikor szívműtétet hajt végre, az nem úgy begyő, hogy Jézus Isten most akkor felelősség. Persze, hogy az, ezzel tisztában van az ember, de ezt nem szabad úgy kezelni, hiszen akkor az alkotásnak a lendületét töri meg. Igen, és ráadásul ugye a Nemzeti Táncszínházban is bemutatásra került. Így van, a Nemzeti Táncszínház kamaraszínházában, hiszen itt idehaza Székesfehérváron is, mert ez is fontos számunkra, hogy ne csak a Vörösmarty Színház nagy színpadán tartsunk balettelőadásokat vagy bemutatókat, hanem a Pelikánfészekbe is, tehát a kamaraszínházba, és ez egy olyan produkció, amit egyébként könnyen fogunk tudni utaztatni, és bizony benne nagy érdeklődés lesz rá más városokban is, kamara terekbe, kamara színházakba. És ez nagyon-nagyon fontos. Mint ahogy fontos volt, mert ez majdnem kimaradt az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban. Ez egy országos programsorozat volt. Házigazdaként a Balettszínház a Vörösmarty Színházban nagy érdeklődés mellett mutatta be azt a darabot, és természetesen a vendégekkel együtt én azt hiszem, hogy ideje korán megtudhattuk, hogy igenis egyre inkább nagy az érdeklődés a táncszínházak iránt. Igen. Mert hogy azért itt voltak olyan neves személyiségek rajtatok kívül természetesen, igen. akik ezt megerősítették. Hogyne, ez egy programsorozat, ha divatos szóhasználattal akarom mondani, egy roadshow, egy nagyon fontos programsorozat, és nem véletlenül a tánc leguniverzálisabb nyelv ugye a zeneművészet mellett a tánc révén, ez egy nagyon nemes és fontos kezdeményezés a minisztérium részéről, és az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy ezt a programsorozatot, ezt mi nyithattuk meg itt Székesfehérváron a királyi napok kvázi nulladik napján, és olyannyira, hogy hát talán nem árulok el titkot, fontolóra vettük és beszélgettünk már a városvezetéssel és polgármester úrral, hogy ez annyira jól sikerült, hogy ennek kapcsán, ugye, hogy legyen egy nulladik napja majd a jövő évi és az azt következő évek királyi napok rendezvénysorozatnak, hiszen, mint tudjuk, azért tánckultúrában Székesfehérváron, nem csak a sportban, hanem tánckultúrában roppant erős, hiszen köszönhetjük ezt a néptánc, amatőr néptánc csoportnak, az alsónak, és mivel a néptánc fesztivál az nagyon erős platformot kap a királyi napokon, ugye a hagyományőrzés nagyon erőteljesen és nagyon színvonalasan jelenik meg. Ezzel, hogy mi egy nulladik napon egy kortárs táncszínházzal, ahova előadással meg tudunk hívni vendégként más társulatokat is, ezzel a Székesfehérvár jelenét, illetve a kultúrájának a jelenét is tudjuk prezentálni. És hát a végére maradt, de még természetesen folytatjuk a Diótörő. Ugye ezt mosolyogva fogadja mindenki, tehát Diótörő nélkül. Fontos. Én azt gondolom, hogy a Diótörő egy olyan emelkedett hangulatú zenei világában is, és a koreográfiát tekintve is ünnep, táncünnep, színházi ünnep, a karácsony ünnepe, a béke ünnepe, a szeretet ünnepe, az ember ünnepe, és az élet ünnepe. Ez egy óriási kihívás. És ez mindenhol teltházakkal megy a világba. Mert méltóság teljes koreográfiát kell adni, viszont kellően játékos legyen ahhoz, hogy valamennyi korosztály imádja.
Igen, hát ezt nem lehet nem szeretni, én azt gondolom. És amikor én ezt készítettem, ez nem tegnap volt, ezt a diótörőt, akkor egyszerűen kézen fogott engem Csajkovszki, és az ő zsenialitása is vitt magával. És mindenképpen újszerűen szerettem volna megcsinálni. És egy táncművész barátom, neves táncművész barátom mondta, hogy hát figyelj, én már nagyon sok diótörőt láttam, de ahogy te az első felvonást megcsináltad, ami a humorával, a szarkazmusával, ugye a Stahlbaum család az egy gentry család, nagy, gazdag család, sok vendégkel, sok gyerekkel. Én pedig egy panelházba tettem, ahol szeretet van, ahol minden szürke, és a hétköznapok szürkeségébe jön a Drosselmeier, ugye a nagybácsi, a színes karakterével, a karizmatikus színes világával, és elvarázsolja a családot, és ünnepet hoz a hétköznapok között, a karácsony ünnepét. Úgyhogy, és az pedig a második felvonás nagyon színes, nagyon látványos mesevilág. Nagyon sok ünnepetek lesz ebben az esztendőben, és ez nagyon fontos. Tehát ugye beszéltünk már kivonatosan, hogy a Nemzeti Táncszínházban számos vendégszereplés vár rátok, ugyanakkor lesznek olyan turnék is, amelyek messzebb visznek. Hát nem tudom, hogy merjek erről most beszélni, hiszen most lábon nem adjuk el a gabonát, de egy nagyon fontos tárgyalást folytatunk, és nagyon bízom benne, hogy össze fog jönni Kínával. És ugye volt itt kínai delegáció, talán a legnagyobb kínai tartományból, és az agyakatonák kapcsán, ami ugye a múzeumban volt a kiállítás, és eljöttek megnézni a mi egyik előadásunkat, és hát azt mondták, ez fantasztikus színvonalú, világszínvonalú, ezt mindenképpen szeretnék vinni Kínába. Úgyhogy most ezt készítjük elő, én nagyon bízom benne, hogy ez létre is fog tudni jönni. Igen, és meglepetéssel, nem meglepetéssel olvastuk, sokkal inkább örömmel, hogy Bence elismerést kapott nemzeti ünnepünkön, Szent István napján. Én azt hiszem, hogy az mindig fontos, hogy ha valaki olyan emberekkel veszi körül magát, hiszen most beszéltünk már Szétes Edina Mókusról, a táncosokról, Krisztina Porrez Mormeneóról, de nagyon fontos, hogy hátul a technikai személyzet is teljesítse mindazt, mert hogy ne feledjük, fókuszban mindig a művészek állnak. Hát ez a cél, ezért ehhez van. Viszont olyan ügyen. Ember kell, aki ezt érti, tudja, és tudja továbbítani, és felénk, köznapi emberek felé, akik adott esetben még most szeretnénk meg a táncszínházat. Hát ahhoz, hogy élményszába menő módon repüljünk egy nagy Boeingen, ahhoz kellene karbantartók, kellene üzemeltetők. Tehát valóban a lényege a táncszínháznak, hogy kiváló előadásokat hozzon létre, és örömet szerezzen az embereknek, de van egy operatív részleg is, és annak a vezetője Cselle Bence. Én azt szoktam volt mondani, hogy három lábon áll ez a szék vezetőség szempontjából. Hát az egyik én lennék, mint ugye az igazgatója ennek az intézménynek, illetve a vezető koreográfus, aki ugye arculatot ad a repertoárnak. A Krisztina Porrez Mormeneó, akit említettem, hogy szólista és vezető balettmester, tehát ő tartja karban ezeket a darabokat. És a Cselle Bence operatív vezető, aki a hátteret biztosítja és vezeti az irodát kiválóan, úgyhogy ő most a bronz érdemkeresztet kaptam meg, ami egy nagyon magas kitüntetés, innen is szívből gratulálok neki, és nagy öröm számunkra. Számunkra pedig azért nagy öröm, mert keveset beszéltünk ugyan róla, de én nagyon sok mindenkivel találkozom itt Székesfehérvár utcáin, és egyre többen vannak, akik a balettet, a kortárs táncszínházat, kortárs balett, most ilyen értelemben mindegy, hogy hívják ők, egyre inkább kedvelik. Ez nyilván megerősítést jelent számotokra is, ez nem lehet kétséges, ezt sokatszor elmondom, viszont a kérdés, hogy ennek tükrében készülnek azért azok a fellépések, azok a darabok, amelyek meghatározzák egy jelen esetben a Székesfehérvári Balettszínház évét? Nagyon érdekes kérdés vetsz fel, mert ugye a művész dolga nem az, hogy kikutassa, hogy mit vár el a közönség. Mert ahány ember, annyi minden lehet, és nem lehet mindenkinek az elvárásait kiszolgálni. Viszont az a dolga, hogy a receptoraival, az érzékszerveivel letapogassa a világot,
letaposgassa azt, hogy mi nyomja a lelkét az embereknek, vagy mi okoz örömet az embereknek, vagy hú, nagyon magasra repülök most, mi az élet értelme, ugye mindannyian azt kutatjuk, vagy mi végre is vagyunk itt, vagy csak, hogy milyen módon lehet felemelni a szürke hétköznapokból, lásd diótörő az embereket, hogy lehet onnan felemelni őket, és egy másik, magasabb szférába, ha csak másfél óráig is, ameddig egy előadást tart, gyógyítani a lelkeket. A művész dolga egy, hogy hiteles legyen. Saját magát adja, őszinte legyen, hiteles legyen, és reflektáljon a világra. A Pinocchio kapcsán, engedd meg, hogy idézzelek, azt mondtad, hogy nagyon sok aktuális üzenete van, sok mindent megfogalmaz a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt. Én pedig ehhez hozzátenném, hogy jószerivel az egész társulat és valamennyi darab ezt teszi. Mert hogy ettől lesz nyilvános, közérthető, és emellett, hogy közérthető mellett bensőséges is az a találkozó, ami a táncszínház művészei és a nézők között zajlik. Úgyhogy én bízom, közösség részei vagyunk, és a közösség. Én bízom benne, hogy ez így folytatódik, biztos vagyok benne egyéb iránt, és természetesen ott leszünk a bemutatókon, mert azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos részét képezitek immáron 6 esztendeje Székesfehérvár kulturális életének. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hajrá Székesfehérvári Balettszínház! Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A 2024-25-ös évadról beszélgettünk, vendégem Egerházi Attila volt, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.